Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén, Szent Brigitta tiszteletére. Kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén, Szent Brigitta tiszteletére. Kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Örvendezzetek igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret. Boldog nemzetség, akinek az Úr az Istene. A nép, akit örökségül választott magának. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén, Szent Brigitta tiszteletére. Kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén, Szent Brigitta tiszteletére. Kinek ünnepén örülnek az angyalok, és magasztalják az Istennek fiát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ebben a szentmisében elhunyt Borbát Ferenc és Rozzája testvéreink lelke üdvéért imádkozom. A mai napon anyaszentegyházunk svéd Szent Brigitának ünnepét üli, Európának társvédőszentje. Svéd származású férjes asszony, 8 gyermek édesanyja. Férje szerzetesrendbe lép, ő is egy szerzetesrendnek lesz az alapítója, Szent Brigitta, és lányával együtt, Szent Katalinnal Olaszországba, Rómába költöznek. A szentmise elején a bűnbánat által engedjük meg Istennek, hogy lemetszen rólunk mindent, ami terméketlenné tehet bennünket, hogy amint Szent Brigitta férje, gyermeke is Istennek tetszően éltek, a szeretet gyümölcsét teremték, úgy mi is Isten kegyelméből tudjuk meghozni azt a gyümölcsöt, amire Isten meghívott bennünket. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Uram, hírgalmazz! Uram, hírgalmazz! Uram, hírgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, hírgalmazz! Uram, hírgalmazz! Uram, hírgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, amikor fiat szenvedéséről elmélkedett. Add, hogy mi is örvendezzünk, amikor majd feltárul előttünk dicsőséged. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levélből. Testvéreim! A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de nem már én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még Istenben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Ez az Isten igéje. Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben. Csodálatos fölségű, amikor jeleket művel. Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben. Csodálatos fölségű, amikor jeleket művel. A Te jobbod, ó Urunk, felmagasztaltatott erőben.
a te jobbod összetörte az ellenséget. Csodálatos fölségű, amikor jeleket művel. Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben. Csodálatos fölségű, amikor jeleket művel. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jézus mondja, maradjatok meg szeretetemben. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőséges termést hoz. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam. Azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki tehát marad, megmarad bennem, aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus a mai evangéliumban nagyon nyíltan és tisztán megfogalmazza, hogy az, ami megtisztít bennünket, az ő tanítása. És nem elég tisztának lenni, hanem gyümölcsöt is kell hoznunk. Ez a gyümölcs nem csak bennünket gazdagít, és a mi életünket teszi gazdaggá, szépi, hanem megörvendezteti a körülöttünk élőket is, és megörvendezteti mennyei Atyánkat, aki a szőlős gazda, a szőlőműves. Úgy kell Istenre tekintenünk, mint aki nap mint nap ránk tekint, és két kezével belenyúl a mi életünkbe, részes a mi életünknek. Már a Teremtés könyve is így mutatja be Istent, mint ahogy az agyagos egy edény készít, és mindenét beleadja abba, hogy az elkészüljön. Rajta van az új lenyomata, az agyag rátapod még az agyagosra is. Ugyanígy Isten is nap mint nap a mi életünknek része. Ott van a mi életünkben, átölel, kézen fog bennünket. Bizonyára mi is tapasztaljuk, hogy miként tisztít, erősít és buzdít az ő szavával, miként táplál bennünket a szent áldozásban, miként tisztítja meg a mi életünket a szent gyónásban. Legyünk ezért hálásak. Hiszem azt, hogy azért vagyunk itt, mert ezt megtapasztaltunk, és meg akarunk ebben a szeretetben maradni.
ez a megmaradás, hogy nap mint nap rátekintek, hálát adok neki, hogy ott van az életemben, keressem, hogy mit is tanítasz, mit is mondasz, hallgatom nap mint nap az ő igéjét. És engedem, hogy a lélek, amely által bennem él az Isten, a szentségek által, a szent áldozás által, vezessen engemet. Titkokat tárjon fel számomra, úgy, amint a mai napnak a szentje és Szent Brigitta is titkokat látott, misztikus volt, olyan dolgokat tapasztalt meg, amiket mások nem értettek meg. Megértette Isten iránta való nagy szeretetét, és az a szeretet indította őt arra, hogy a béke eszköze legyen az emberek között ott, ahol él. Hogy azon emberek segítségre siessen, akik rászorulók, akik szegények, akik betegek. Hogy családját szeressen, hogy másokat is Istenhez vezessen. Ezek a jó gyümölcsök. Erről lehet felismerni, hogy Krisztusban megmaradunk, hogy az életünk jó gyümölcsöt hoz, tehát táplálja körülöttünk élőket. Mindezt azért, mert mi az élettel vagyunk kapcsolatban Istennel, aki munkálkodik bennünk, akit kell kérnünk, hogy Uram, metsz le róla mindent, ami meddő, ami terméketlen, metsz le róla mindent, ami elszakíthat tőled, családomtól, embertársaimtól. Mindennapi imánknak legyen ez a része. Főleg akkor mondjuk ezt ki, miután megfogalmaztuk azt, ami bennünk van, és oda tesszük, nem utolsó sorban, legyen meg, Atyám, a Te akaratod. Hisz Isten szenvedéllyel, gondoskodással és türelemmel ott van nap mint nap velünk, és gondoskodik a mi életünkről. Ezért merjünk őszinték lenni hozzá. Ő hozzá, aki élő és éltető, a vele való kapcsolat éltet bennünket. Ne féljünk attól, hogy Krisztus lakozzék bennünk a szentségek által, ahogy Szent Pál is fogalmaz, Krisztus él bennem, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. És ez nem azt jelenti, hogy megszűnök létezni, hanem kiteljesedek a személyiségemben, az egyediségemben. Maradjunk tehát ezekkel a gondolatokkal, hogy adjunk hálát Istennek mindazért, amit eddig művelt a mi életünkbe, és azáltal akarjunk megmaradni az ő szeretetében, hogy tanítását befogadjuk a mi életünkbe és tettekre váltjuk. Ezáltal leszünk egymásnak igazi testvérei, ezáltal leszünk egy szőlős, megmaradva a szőlőtőn és gyümölcsöt hozva a magunk és mindannyiunk javára. Szülőföldünk javára, s ezáltal Európa javára, földrészünk javára, és ezáltal mi is Európának védőszentjei leszünk, azaz azok, akik gondját viselik mindenek előtt életükkel, mindennapi életükkel, amit szeretetben akarnak megélni, és imánkkal, magunkért, szülőföldünkért, embertársainkért. Most pedig terjesszük Isten elé kéréseinket. Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, aki megvilágosítja az emberek szívét. Minden keresztényért, akiknek részük van a szenvedésben, feltámadású dicsőségében is részesüljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd meg az embereket, hogy ellentéteiket békés úton rendezzék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a betegeknek erőt, hogy szenvedésüket elfogadják, és a te szenvedéseiddel egyesítsék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Bocsáss be, elhunyt Ferenc és Rózália testvéreinket a boldogság honába. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Brigittának kinyilatkoztattad magad, és megtanítottad őt keresztet szeretetére. Engedd, hogy keresztetben életet és üdvösséget találjunk, most és mindörökkön örökké.
Felajánljuk néked, mindenható Istenünk, a kenyérrel s borral egész földi életünk, hogy szent tested árán, ó isteni bárány, mennyországba érhessünk. Felhagyjuk néked életünket, sorsunkat, lábad elé tesszük örömünket, gondunkat. Te oltalmazd, védd meg itt egy begyűlt néped, gyarló ember voltunkat. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, fogad szívesen néped áldozatát, hogy amint Szent Brigitára emlékezve áhítatos lélekkel ünneplünk, annak üdvös hasznát érezzük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. És ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek
és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hitáljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Bocsássatok meg szívből egymásnak. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Brigittának ünnepén, mennyei ajándékokban részesítettél minket. Add kérünk, hogy hatásukra megtisztuljunk, és segítségükkel új erőre kapjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
Istennek legyen hála. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mély befogadá szent élektől szent fiát. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen. Ima az Úrnak szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen. És az ige testélet, mi köztünk lakozzék. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók leessünk a Krisztus ígéreteire, könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, és lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyel üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az őként szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által, amen. Minden elhunyt hívő lelke Isten irgalmából nyugodjon békében, amen. Adj Uram erek nyugodalmat nekik, és az erek világosság fényeskedjék nekik. Istenünk, te Áron püspeket arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pasztora legyen. Ott, hogy mielőtt szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára, amen. Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében, amen. Hallgasd meg, Uram, ez áldásnak szavait. Tekintsd meg, buzgó népednek fohászait. Őrizd minket veszélytől, őrizd meg nemzetünket, minden veszedelemtől. Őrizd minket veszélytől, őrizd meg nemzetünket, minden veszedelemtől.